Nagy szeretettel köszöntjük kedves minnyájukat, és két középkori zenével kezdtük ezt a mai esténket. Ez a két középkori zene lesz a legidősebb, legrégebbi zene a mai estén. Magnus Leoninusnak Hec Dies orgánuma volt, illetve Hildegard von Bingennek egy gyönyörű zenéje. Egy picit ugrani fogunk, mert hát főleg a Leoninus az 1200-as években élt, és most az 1500-as években mintegy 300 évet fogunk ugrani, az 1500-as évek közepére, második felére. John Dowlandnek fogjuk eljátszani két művét, a Come Again-t és a No I Know I Need. Tulajdonképpen azt beszélgetünk éppen az elején, hogy olyan zenéket fogunk önöknek játszani, ami majdnem 100%-ban itt a ma estén az olyan szerelmet fogja megmintázni, ami vagy viszonzatlan, vagy elveszett. Hát olyan igazi angolos és olaszos temperamentummal, és itt rögtön egy korabeli idézetet mondanék önöknek, hogy tudod, mi az alapvető különbség az angolok és az olaszok között. Hát az, hogyha az angol azt mondja, hogy ha megcsalsz, akkor meghalok.
hogyha, és majd ezt fogják majd hallani majd a zenéjükben is, és az itáliaiak pedig azt mondták, hogy ha megcsalsz, akkor megöllek. Ezt hiszem, hogy ez egy alap hozzáll, élethez hozzá, alap különbség az élethez való hozzáállásban. John Dowlandről annyit érdemes lenne elmondani, hogy ő Erzsébet királynőnek volt az udvari lantosa, és igen gazdag repertoárt hagyott így ránk. Egy kiváló üzletember volt, mert a dalokat először is megkomponálta egy szál lantra és egy szál ének hangra. Utána ezt megkomponálta a lant által játszott faktúrát ének együttesre, egy négy szólamú ének együttesre, valamint utána rögtön megkomponálta ezeknek egy javarészét egy öt szólamú viola da gamba együttesre, és hát ez egy olyan fantasztikusan izgalmas korszak, amikor szolgálókat úgy vettek föl, vagy úgy keresték őket, hogy egy kotta olvasás, egy ének tudás az egy előnyt jelenthetett az ő számukra. Hát valószínűleg, hogy az akkori mobiltelefon és az akkori függőségek akkor inkább a zenéhez vonzották az embereket, mint minket most a mobiltelefonok világához. Ezután rögtön szeretnénk eljátszani önöknek három Tobias Hume művet. Tobias Hume szintén erzsébetkori zeneszerző, de ő viola da gamba játékos volt, és őt megtalálják úgy is az életrajzi adatok között, hogy Captain Hume, ami azt feltételezi, hogy ő egy katonatiszt volt, és ráadásul egy utazó katonatiszt, aki skandináv országokban, Lengyelországban is megfordult, és így egy lengyelországi megfordulása alatt Bekecs magyar nemesnek a nevével találkozhatott, de ő már csak a névvel, mert Bekecs úr mintegy 50 évvel korábban született, mint Tobias Hume, és így az ő emlékére komponált egy művet, ezt fogom önöknek játszani, Bekecsnek Bacchus, an Hungarian Lord is Delight a címe ennek a zenének. Utána egy What Greater Grief és egy Fine Would I Change That Note, két tulajdonképpen reménytelen, szerelmes dalt fogunk írni, és ez egy azért fontos dolog, mert Tobias Hume Erzsébet királynőnek dedikálja az ő kottáját, és mégpedig azzal, hogy itt van ez az új hangszer, sokkal korszerűbb, mint a lant, mert ezt nem csak pengetni lehet, hanem vonóval is lehet játszani rajta. Ezért ő szeretné ezt Erzsébet királynőnek dedikálni, és hát a figyelmébe ajánlani ezt a hangszert, hogy jó lenne, hogyha esetleg fölváltaná az udvari lantosokat, az udvari gambásoknak a népes tábora. To touch, to kiss, to love, to die.
Volt az 1500-as években egy technika, amit egy Ganassi nevű és egy Castelliano nevű zeneszerző honosított meg, talált ki, hogy azt, amit a lant játszik, azt valamilyen úton, módon azt át lehetne transformálni a víradagambára. Hogy is történik ez? A madrigálok voltak az alapok, amik általában három vagy négy szólamúak voltak a mi esetünkben, amit fel tudunk használni, vagy könnyen fel tudunk használni. A lantosok úgy hívták ezt, hogy intavoláció, tehát ők csináltak belőle egy átiratot az alsó szólamokból. Ezek természetesen egyenrangú szólamok voltak, de ebből csináltak tulajdonképpen egy olyan zeneművet, amelyikben énekli az énekes a legfelső szólamot, és a többi egyébként eredetileg egyenrangú szólam egy kíséretté van összegyúrva egy embernek a kezébe. Ez egy nagyon praktikus dolog volt, mert a négy embert nem nagyon lehetett hazavinni, viszont egy ember, aki tudott lantozni meg énekelni, az haza tudta vinni az egész négy szólamú madrigált így. Tulajdonképpen a Ganassi és a Castiglioni ezt dolgozta át, ezt az intavolációs technikát viola da gambára, és tulajdonképpen a traktátusokban fönnmaradt, hogy hogyan kell ezeket játszani.